Igazából egyértelmű volt a legelejétől fogva, hogy elvállalom ezt a felkérést, hogy Hősök tere nagykövet legyek, mert ez egy tök jó ügy. Azt hiszem, hogy mindenki tapasztalja azokat a problémákat a társadalmi együttélésben, amiről itt szó van. Én azért szeretném, hogyha a személyiségem optimális irányba változna, és úgy vettem észre, hogy itthon most nekünk nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és segítsünk, és pozitív példát tudjunk mutatni. Nagyon érdekes találkozni olyanokkal, akiket nem ismerek, itt a résztvevőkkel, akik szintén érdeklődnek ez iránt. Nagyon érdekes arról beszélgetni, hogy hogyan érdemes ezt minél több emberhez eljuttatni. Nem, nagyon szépen köszönöm, hogy segít. A mai tréningből az volt számomra a leghasznosabb, hogy láttam gyakorlatban azt, amit egyébként olvastam, meg videón is láttam YouTube-on, hogy hogyan reagálnak emberek ezekre a szituációkra, jó volt a részese lenni. Az, amikor kimentünk a telepre, és gyakorlatban megnéztük, hogy mi fog történni, elindított bennem egy folyamatot, hogy napi szinten figyeljek oda arra, hogy a magam módján segítsek másokon. Ez az egész kezdeményezés nagyon sokat segíthet abban, hogy ezt tudatosítsuk magunkon, és hogyha már tudatosítottuk, akkor szerintem sokkal könnyebben teszünk is dolgokat. A Hősök tere lényege számomra az, hogy nagyon pici odafigyeléssel, kicsi változtatásokkal nagy eredményeket érhetünk el abban, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, az életünkről, illetve hogy hogyan élünk együtt a társadalomban. Benned is ott rejtőzik a hős, csak találd meg valahol. Megéri ilyen helyzetekben jót cselekedni, mert baromi jó érzés. Tehát, hogyha odafordulunk valakihez és megkérdezik, hogy segített, felvihetem a táskáját, hogy hogy vagy. Ezek a kis dolgok is nekünk lesznek aztán jók, úgyhogy a legjobb önzőség segíteni.